Tolsztoj sokat játszott és sokféle értelmezést megért műve, a nagyrealizmus talán leghíresebb alkotása az Anna Karenina. Most a 10. Színházi Olimpia keretében a Kecskeméti Színházban is bemutatják a nemzetközi hírű macedón rendező Dejan Projkovszki által rendezett előadást. A mestert az Újvidéki Társulat hívta meg először Szerbiába. Ahogyan Lénárt Róbert művészeti vezetőtől megtudtuk, teljes szabadságot kapott a víziója megvalósításához. Nem szeretjük nyesegetni a rendezők szárnyait. Tehát, hogy nem az a színház vagyunk, ahol nem tudom én, lejár az igazgató, meg a művészeti vezető, és rászól a rendezőre, hogy ezt azért nem kéne. Ezért is szeretnek nálunk dolgozni. A másik, amiért szeretnek nálunk dolgozni, vagy talán ez a második a fontosabb, az a gárda. Projkovszki Anna Kareninája Szerbia egyik leglátogatottabb és legtöbbször díjazott produkciója lett, amely bőven 20 feletti elismerést szerzett eddig alkotóinak. Anna Karenina története rövid, ám érzelmileg a forráspontig felfűtött jelenetekből áll össze a szemünk láttára. Projkovszkit kevésbé érdekelték az orosz társadalom konvenciói, a polgári létezés ellentmondásai, őt az előadás létrehozásakor elsősorban a szenvedélyek, a fatalizmus, az érzelmek mindent elsöprő ereje foglalkoztatta. Felfogásában Anna dilemmája épp olyan eldönthetetlen, mint Hamleté. Két embert szeret igazán, a gyermekét és a szeretőjét, de a társadalmi viszonyok teljességgel kizárják, hogy egyszerre döntsön mindkettőjük mellett. A válás kényszerűen bekövetkezik, a szerelem végzetessé válik, az érzelmekben a sötét tónusok uralkodnak el, a tragédia elkerülhetetlen. A címszerepet Fülöp Tímea alakítja, Vronszky grófot, a 22 éve Kecskeméten érettségizett óbecsei Mészáros Árpád formálja meg. Mindketten az eddigi tradícióktól nagyon is eltérő módon közelítve figurájukhoz, de sorozatosan hangos tetszést aratva. Az előadásról hosszabb összeállítást láthatnak majd a jövő keddi Múzsa magazinban.